ez lesz a hétvégénknek a helyszíne, illetve most csak egy részét látjátok, mert ez a terület egy körülbelül 5 vagy 6 ilyen épületből áll, vagy még nagyobbból. Ami nagyon fontos, ez már igen realisztikus, tehát itt eléggé sok veszély fenyeget mindenkit. A leszakadó tetőtől a lépcsőkorlát nélküli lépcsőig. Nagyon kérek mindenkit, hogy mindenki figyeljen oda. Amit elmondtam, hogy zárkóházat arra hát is leszek nagyon. Sisak használata kötelező. Aki nem veszi föl, az már le is vonulhat, és el is indulhat haza. Jó? Ezt vegyétek nagyon komolyan. Adunk sisakot, tehát nem kell, hogy magatoktól szedjetek elő. Lámpával hogy állunk? Kinek? Fejlámpa? Fejlámpa, kézilámpa, minden. Kézilámpa van? Jó. Van fejlámpa. Legyen előkészítve. Nagyon figyeljetek arra, hogy itt tető nélküli aknák vannak. Belelépés az minimum 2 hét kórházi ápolás. Jó? Igen? Tehát rengeteg az üvegtörmelék. Ha valakinek sérülése van, azt azonnal jelezze, és a ellátását megkezdik. Nem, azért, hogy ez nem olyan komoly, majd a végén szólok. Nem. Mert utána komolyabban is lehet belőle. Itt hátrébb 2 igen harapós kutya van, tehát arra már nem menjetek. A lámpát túl nem kell menni, jó? Fönt az épületben a közlekedés, amik piros-fehér szalaggal le vannak zárva, az értelemszerűen nem járva. Feladat a következő lesz. 2 csoportra fogunk osztani. Minden csoportban legyenek EÜS-ök. Ezt már most úgy határozzátok meg magatoknak, hogy legyen benne. 2 fő fogja fölvenni a gázállat, illetve a légzőkészüléket palackkal. Föl kell jutnotok gázállatban, illetve légzőkészülékkel a második emeletre. Lépcsőn, vigyázzak még egyszer, nincs korlát. Legyenek sportágyas emberek, azok lesznek, akik VV ruhába, illetve gázállatban lesznek. A 2 légzőkészülékes ember lesz a felderítő. Kapni fogtok rádiót, külön a felderítő, külön a sebesültszállító és az ellátó személyzetért is. Odafönt átveszik a felderítőkről, akik kihoznak a füsttel elárasztott területből sérültet, sportágyra szállítható állapotban hozzák, lehozzák ide a udvarra, és itt átadják az itteni EÜS személyzetnek. Itt be lehet vonni a másik csoport EÜS-eit is, ha már mindenki kijött, az itteni ellátásban, kintiben. Körülbelül 8 személy lesz odafönt, akit el kell látni és le kell hozni. Ami még egy kicsit nehezíti a feladatot, ugye fölmentek a második emeletre, végig kell menni teljesen az épületen. Föl kell deríteni, hogy hol vannak sérültek. Majd a túlsó oldalon, az ugyanilyen lépcsőházba lejjebb kell menni egy szinttel, és ott van a füsttel elárasztó terület, ott is meg kell keresni a személyeket, ki kell hozni, a második szinten átadni a portágyasoknak, akik ide lehozzák. Ez már stabil. Jó, tedd csak el. Ide kell egy. Nem úgy rá, ezt a stérni. Igen, és most kezdett. Jó, jövök egy perc csak. Ezt oldja meg meg. A folyosan jön a felelőre. Jó, ezt leveszem. Elég van a kordányat és a kábel. Takarjátok végig. Most le kéne vágni a nadrágot. Ha ezt elszakítjuk, akkor már ezt tudjuk kacni. Ezt felszakítom.
fáslik ember. Ez sokat nem. Jó, az ugye. Mondjad a kettőt. Személyesség. Nem így sem tudjuk. Annyit tudunk, hogy fő hány személy. Ez a hányos? 40-es. 4-4. A személyzet is neked bőnek problémája lesz. Felderítőknél legyen egy rádió, szállítóknál legyen rádió, és alul egy rádió. Valahol. Hát, érzi a lábait, mozgatja, csak az idegen. Sok itt fáj. 120 per 80. 90. Húzus. 90. És akkor? Húpilák, mire reagálnak? Reagálnak. Szétnyírunk, és akkor kezdjük el. Gyere. Itt kerest. Nagyon jó. Kerest. Kerest. Folyamatosan nézed a kutyádat, hogy mit csinál. Próbálj meg, hogy mi történt?
Lábam nagyon fás a vállam. Lábad is úgy a vállam. Úgy érzem, el van törve. Ne, nyugodtan maradjál, jönnek az orvosok. Meg fognak mindjárt vizsgálni. Segítünk, azért vagyunk itt, semmi gond. Meg is jöttek az orvosok. Mi történt? Karom nagyon, vállam, úgy érzem, kiment. Tudom, mert a lábam. Fejét ütöttél meg. Nyaka fájé? Nem fáj. Minden fog kellene rögzítsük. Mi az ott a lábam? Próbáltam meg, de nem tudom. Kettő darab rögzítő fog kellene. Egyet. Jó lesz. Jövünk egy kurat, tudod, hogy megvan fájdalom, hogy csillapító. Hol fáj legyen van a fejtem, hogy mondjam, hogy a nyakban fáj legyen. Nem mozogjon. A bal kezét érzi-e. Hozzak, akkor nincs van, hogy nyugodjon meg. De nagyon fáj. Fáj, szóval mindjárt valami fájdalom csillapító. Jó, hogy éppen ezt a lábára. Várjál, erre szörök most már. Jó. Tudjátok, mihez hasonlít ez a művel? Ez a művel, hogy mi hasonlít. Végbérünkbe ezt a fogyasztok. Itt mi történt? Ahó, mi történik? Hogy van? Nem válaszol. Van pulzus? Van pulzus, a lélegzik, eszméletlen. Megpróbáljuk felvinni, politraumatizált, sérült lapát hordájra lesz szükségünk. Gallért azt fel fogom helyezni, itt az első segélyt azt nyújtom, és a lapát hordágy azt kérem lejuttatni. Mennyi a tenziója? Megmérem. Megtartod a fejét, hogy ezt tudjam felvinni. Apa, furvágyat kérek, mennyi a tenziója? Mindjárt mérem, még nem mértek. Jó. Utána hallgatni! Volt más! Há, jó! 80 per 60. Jó. És menjen egy ringel és egy szer. Oké. Megérkezik a lapát hordás. Jó. Jövök. Köteleknél jövök, átveszem. Köteleknél átveszem. Nem fog beférni, nem fog elfordulni. Nem tud elfordulni a nagynál. Itt esetleg behagyni. Milyen a beteg állapota? Stabil, nincs most probléma. Eszméletlen, légzése, jó pulzusa, jó vérnyomása. Most emelkedett. Emelkedett, rendben van. Tamár! Mérzősebbek vannak-e? Horzsolásai vannak. És van törése. Milyen törés? Kezin van és a lábán. Nincs törés vagy zárt? Zárt. Fordítsa! Igen! Mennyire lehet felnyomni azon a lyukon, mert tudjuk fordítani a hordágyat? Tehát, mint a daruzásnál. Két-két laphevedel. Négy darab laphevedel.
Az a fontos, két rövidebb, két hosszabb. Nem kell nagy eltéréssel. De a lényeg az, hogy párba legyenek. Tehát egyforma. Akár két kék, két sárga például. Tudod, mivel fogjuk felvinni? Lekérjük a fejlődőt. Mindjárt elmondom. Baj, vertikálisan kell felhúzzuk. Igen, kedd mellényt rátesszük, és az meg tartja is felvinni. Nem fér el ezért lapjába a kormány. Nem. Tudod, mire gondoltam? Annál érdekes. Kedd mellényt rátesszük, attól fel lehet emelni. Jó lesz, kedd mellény lesz. Felhúzzuk ide, amit tud a két kötél. Akkor is két kötél, mert egyet biztosítani kell. Akkor viszont nem kell a... Mondtam, kössék be a kötel, a másik kötelet. Akkor ugyanez fog menni. Itt van, be van a kötel, meg van oldva. Jó, megyek a táska után. Kérek le, kötél el a gyereket is még. Jó, fogsz újat írni. Ilyenkor visszaegedhetitek, mert ez fog. Jó. De most betegség... A hordágyat ne húzd annyira. Nem húzod, piros, jó. Húzd. Jó, sisakot igazítsd meg. Jó. Nem jó, rendben. Jó. Lassan. Nem. Menjek oda segíteni, Lassan. Igen, gyere. Mert. Mert. Jó, ide gyertek, vegyétek el! Tartsára a gerincére! Ne feszít a hordát! Engedjétek vissza! Ki a hordát! Engedj vissza! Vedd le róla már! Engedj! Jó, engedd el a pirosot! Hordányra nem? Nem. Vagy ő intézik. Várjál, nem hagyd alatt van. Kötél, nem építjél. Kell oda hátra. Két ember. Jó, tietek. Oda-arra kettő. Hátra kettő, oda-arra kettő. Legyenek be tartva. Valaki még? Gyere. Bálint. Oda-arra kettő. Oda. Most úgy mondja nektek, hogy mit csináljatok. Egy, két, három, és egyet mozdítunk. Jó. Megállt. Egy. Egy eljött szemikóson vagyunk, egy elhagyatott ipari területen, ahol az Erdély mentőcsoport tagszervezeteinek volt egy mentési gyakorlata. Itt mintegy 30 órán keresztül folyamatos gyakorlások vannak, ahol pszichikailag is terhelve vannak az emberek, és az együttműködést kell gyakorolniuk, illetve a szakmai feladatok elvégzését. Körülbelül hány résztvevő vesz? Körülbelül 30-an vettek részt ezen a képzésen, és folyamatos munkát végeztek. Hány fronton úgymond zajlott a gyakorlat? Három fő feladatrendszer van, egy füstjelárasztott épület, egy romosodott épület, illetve egy árvizes terület. Mikor lesz még ilyen jellegű képzés, és miért fontosak ezek a képzéssel, gyakorlattal egybekötött bemutatók? Egyre sűrűbben fogunk ilyen gyakorlatokat tartani, mert eddig csak a csoportok megalakulása volt a fő cél, innestől kezdve már a szakmaiságot célozzuk meg, és itt már belemerülnek az emberek abba a feszültségbe, abba a mentési hierarchiába, amit meg kell tanulni, és el kell fogadni az utasítási rendszereket. Tegnap este hogyan zajlott a romos épületben a mentés, ha körülírnád egy picit a kontextusát a tegnapi éjjeli gyakorlatnak? Tehát egy több emeletes épületre kellett bejutniuk, emeleteken keresztül kellett megközelíteni a sérülteket, több emeleten volt elrejtve mint egy 8 sérült, füsttel elárasztott részek voltak az épületben, tele törmelékkel, üvegcserepekkel, tehát minden olyan eszköz megvolt itt is, ami egy romosodott épületnél, és mindez gázálarcban, illetve légzőkészülékkel kellett végrehajtani. És ma volt kutyás keresés, ugye, romos területről, emberek kimentése, alpintechnika bevetése, orvosok, rohamentősök, mentőszolgálati asszisztensek. Így van, ez mind, ennek pontosan ez volt a célja, hogy az együttműködés is megvalósuljon, tehát nem fejeződik be ott a munka, hogy a kutyás megtalálta a sérültet, azt át kell adni az egészségügyisnek át kell adni a szállítóknak pedig el kell juttatniuk a
kijelölt sátorba. Volt egy elméleti helikopter is, ugye, amelyik leszállt és elszállította a legsúlyosabb sérültet. Így van, tehát több olyan sérült is el lett rejtve, aki nem, nem egyszerű ellátásra szorult, hanem kombináltabb feladatot kellett végrehajtani, és itt a sátor parancsnokának meg kellett oldani azt is, hogy a hivatásos szervekkel a kapcsolatot folyamatosan tartsa, illetve a kellő időben a helikoptert is kérje. Volt-e olyan, amire nem kérdeztem rá, de fontos lenne elmondani ebben a kontextusban? Nagy előnye ennek a gyakorlatnak az, hogy két olyan emberünk is tesztelhette itt magát, akik a leendő kutyásai lehetnek az erdélyi mentőcsoportnak. Az egyik itt Gyergyószent Miklóson, a másik pedig a kolostordi csapatot fogja erősíteni a kutyájával, és nagyon úgy látszik a tesztek alapján, hogy a kutya is és a kutyás is meg fog felállni. Az erdélyi mentőcsoport az elkövetkező fél évben, mondjuk évben milyen szakterületeket, milyen kompetenciákat tud majd elsajátítani egy esetleges bevetés esetén? Melyik lenne az a 4-5 kompetencia, amivel ki tudnánk egészíteni a sürgősségi esetek felügyelőségének a munkáját? Először kezdeném ott, hogy az erdélyi mentőcsoport nagyon jól áll egészségügyi személyzetben. Ezzel bárhova el lehet már menni bevetésre, és nagyfokú mentési munkát tudnak végrehajtani. Ami itt most meg kell céloznunk, az a mentőkutyás csapat, a búvár, az alpin technika és a vízimentő szakállók. Ezek a legfontosabbak, de mint az imént említettem is, már két kutyásunk kezdi a képzését, és nagyon reméljük, hogy egy fél éven belül bevethető kutyáink lesznek. Ha segítsen ma! Itt vagyok szerelve! Segítsenek ma rajta! Értsék meg már! Az úgy nem lesz a hölgyen! Itt vagyok! Neki kérjed, hogy segítsenek! Mit csinálják? Nem akarnak segíteni, csak bámulják! Neki kell segítsen, jöjj valaki segítsen, asszisztent! Nincs is, aki segítsen! Oxigén kell! Segítsen már valaki, asszisztent! Oxigén kell! Én álljak oda részege! Aki fogja a fejét, tegyük fel a gallét! Segítsenek már rajta! Itt ott, ugye? Mocskos felelőd le fiatalok, ők ezt jó, nem, hát felborultunk, hát nekünk jöttek, hát felborultunk. Nagyon-nagyon felborultunk. Segítsen már rajta. Család mindjárt meghal! Laci! Hozzák a kötelet. Próbál lemenni oda a kanálisba? Galerék, nem tudok kérdet tenni. Mikor lemegy Kinga is, akkor békén a más filmhez onnan. Tud lélegezni? Onnan nem tudok bemenni. Innen, oda, innen, nem akkor jó. Hanem hasonló bemegy. A hason melyik része? És tapugasd meg, ha kiemény. Itt van még két kötő, nem tudom, hogy van, mint van. Bazd meg onnan, hogy fogsz. Elkasára panaszkodik. Jó, akkor valószínűleg a kütés. Jó. Kell nekem a gallőr. Jó, elmentek hozzá a gallőr. Gyere le egyszer, utána valaki leadja a kedmellé. Egy perc, adom a gallőrt, költesztük be, gallőr nélkül kedmellé nem megy. Van egy ötletem, a kocsit aztán fel kell fordítani. Nem lehet. Hát és másképp hogy veszed ki? Hát egy vonal ezzel a... Kedmellényedre jutok ki adjuk. Kihúzott, ki lehet húzni innen. Legyen más, vegyétek el a kötelet. Vagy? Hozzátok ide a statikus kötelet a várjál, csak a kocsiába, karabiner. Statikus kötelet. Helyet, itt a kötél. Jó. Itt van egy sisak a sebesültre. Jöjjön vagy, menni. Nem csak rosszat fog csinálni, hölgyem! Nyissa ki! Csak rosszat fog csinálni, hölgyem! Elhúztam a kocsiját! Zárjál a motrót!
Zárja le a motrot, azt mondta. Nem van az aknában valaki? Igen. Kérdezz, most fölraktuk, és majd kell a tárga. Igen, igen. Kell a tárga? Igen. Felhúzzuk, ráfektetjük. Itt van a három helyre. Igen, nem lehetne innen elvinni? Ez volna a következő moment. Mama, kérem fogadjon meg. Mama, még bent van? Most mondjuk kérdés, hogy ide jön, ha ide jön, akkor adjatok bérjük fel. Mama, nem. Most azon dolgozunk, hogy ne jöjjön be a víz, maradjon nyugodtan. Itt vagyunk 20-an. Már nekem nem érjünk a fenébe, hogy annyi minden betűt... Maradjon nyugodtan, itt vagyunk és próbálunk segíteni. Nézzem meg, mennyi drága lép elfogadás. Látom, elhiszem. De itt vagyunk, azért jöttünk idáig. Azért vagyunk itt ennyien. Azért rakják a homokzsákokat. Olyan lassan emelkedik az a só, hogy valami történik. Most hozzák a zsákokat, és... Már a lábomba sincs elő, annyira, hogy tömte vagyok menve. Ellepi a víz a életem, mindjárt megoldódik. Egy egész életem munkáját, írmagondámat, eladtam az aranyláncomat, tudjam feltartani ezt a műhelyt. Mindjárt megoldódik, nyugodjon meg. Mi? Már is az első sor megvan, látja? Az első sor megvan, de mindjárt érkezik a víz, nem elég. Mi itt van az összes ember, mindenki ezen dolgozik. Lelkileg már le vagyok a balban. Kicsit türelem és megoldódik a helyzet. Remélem, mert a víz már... De már itt van mindenki, már a második sort rakják. Most rakják a második sort. Nézze meg, mennyi drága gépeim vannak, itt eladtam mindent azért, hogy... Eladtam mindent, hogy... Maradjon nyugodtan. Laci, én szólhatok nekik, vagy nem? Én szólhatok nekik, vagy nem? Nincsenek pénzem, nincsen semmi, nincsen a művelet, élete munkája. Ez az egy picit gyorsabban, álmos már talán, de már nincs lelkerül. Hát olyan jövő beszélni, hogy segítse maga, hogy... Kicsit lelkerül, mióta várom a lelkerül. Már érzem, hogy legyen. Jó, hogy legyen, megint meg vagyunk, ugye? Rengeteg pénz benne van, még üveg sör sem tudok venni nektek. Nem akármilyen, csak kicsit. Annyi pénz, hogy valaki sörbe, de meg tudja inni, mi? Csinálj, már nekem nem éri meg. Na! Köszönöm,
második adag. Tehetek arra, hogy áll, ez forma szintű, hogy a megnézzük. Mert hiába volt, hogy az adóval kijöhetünk. Jó, Kettőt teszünk, vagy egyet akkor támasztunk.